túl jól lehet hallani. Hát, bocsánat. Bocsánatot ne kérjél, de vagy menj a lakásnak olyan helyiségébe, ahol hangosabban lehet beszélni, vagy mozogjál, hogy hát, hogyha a térerő utolér. Ugyanonnan beszélek, onnan mindig, de mozgok. Jó, rendben van. Filipov Gábor van benne a vonalban, ő beszélget velem, vagy én beszélgetek vele. Nézőpont kérdése. Hogy tetszik lenni? Megvagyok, köszönöm, és te? Ez a megvagyok, ez az én szótáramban a 10-es skálán 4-es. Az nem jelent nem, jót. A megvagyok, az a közepes alatt van. Nem. Az én értelmezésemben a megvagyok, ez egy árnyalat kifejezése annak, hogy vannak jó dolgok és rossz dolgok is. Mi beavatott bele a nézőket és a hallgatókat? Mi beavatom be őket? Hát, hogy mik a jók és mik a rosszak? Az orosz azt mondja, amikor megkérdezett, hogy hogy van, hogy normálisan vagyok, és azt talán pontosan van, csak magyarul ez furcsa hangzik, akkor ezt mondom, hogy normálisan vagyok. Jó, hát az angol és meg azt mondja, hogy how do you do, és erre azt mondja, hogy how do you do, és aztán lehet tovább menni. Na, az meg a másik. És még furcsája is, hogy mondta ezt valamit alattal. Kerestem a luttal betéteimet. Azokat egyáltalán nem találtam meg, de találtam rengeteg gyerekjátékot, mindjárt a te lányodra gondoltam. És például arra gondoltam, hogy van egy lemezes, ez talán valamit kifejez, kínai gyártmányú, most már csak ilyen van, ilyen vasút, tehát van az elején egy mozdony, és utána vannak kocsik. Egy lány játszik ilyennel? Miért te játszol, persze, biztos. Miért nagyon szereti az ilyen tologatható teherautókat gondolni. Alapvetően a lányodról van szó, nem úgy általában a lányokról, tehát amikor én megtaláltam ezeket az izéket, miközben nem őket kerestem, akkor azonnal arra gondoltam, hogy ezek innentől kezdve majd a Szent István körúton fognak játszódni, mert van hajas baba, az egyértelmű, és van felhúzható mosógép, felhúzható porszívó. A felhúzható porszívó az szerinted nagyjából hány éves korában jön számításba? Hát az igazi porszívóval már most nagyon szeretjük. Halálkomolyan mondom, a kedvenc játéka. Alapvetően lovagolni szokott rajta, de nagyon élvezi. Bence Szabó Péternek meg ne kérdezt, hogy honnan jött elő a neve. Tehát én most rettegtem, hogy nem fog eszembe jutni Bence Szabó Péter neve, de eszembe jutott, fogalmam nincs vele arról, hogy ő most hol van, és arról sincs halvány lila gőzöm, hogy ő hogyan került elő az életemben, és azt se tudom, hogy hanyat írunk. De arra emlékszem, hogy azt elmondta, hogy az ő gyereke alapvetően a mosógépen tudott elaludni centrifugálásban. Tehát felrakták a gyereket, amikor centrifugált a mosógép, és attól elaludt. Aha. A gyerekek azok fantasztikusak, ez csak most a porszívón való lovagolásra jutott eszembe. Ez abszolút így van, ki tudják hozni a maximumot mindenből. V. Zsolt pedig, aki egy nagyon fontos állami alkalmazott volt sokszor, ő V. Zsoltról annyit kell tudni, hogy ő egy olyan ember, aki volt piaci szférában is, de ő a közjóban gondolkodik, és ezért állandóan visszament az állami szférába, honnan állandóan kirugdosták, de ő mindig visszament, de egy nagyon jó ember. Az ő fia például alapvetően éveken keresztül autómosókhoz ment el, megállt előttük, eltátotta a száját, és órákig állt, és nézte az autómosót, és benne az autókat. Én a saját lányomat azért irigylem, ahogy végigmegy az után. Tehát, hogy ilyen mosolygó csíkot hagy maga után. Nekem mindenkire rámosolyog, aki szembe jön, egészen furcsa arcokra, és úgy felismerje tőle, hogy merre jár. Ezt én nagyon irigylem tőle. Reggelente nagyjából 8-10 embernek a reggelét feldobja. Mit tudsz te tenni kutatási igazgatóként, hogy valami hasonlót előidézzél? Hát, aljas kérdés. Erre, aljas és értelmetlen, de van mögöttese. Se nem aljas, se nem értelmetlen. Nehéz így választani, hogy az ne legyen ízléstelen, vagy nem tudom, szentimentális, vagy gicses. És az baj lenne, a szentimentális lenne, és gicses?
Valószínűleg igen, tehát az embernek van egy esztétikai érzése a saját mondatával kapcsolatban, pláne, hogyha saját magáról is beszél közben. De mindegy, nem akarom megkerülni a választ röviden. A hosszú távon nyilván úgy, hogyha lenne eredménye mindennek, amit csinálunk, az nekem egy nagyon jó impulzus nap, mint nap, hogy én már rövid távon is érzem ezt a hatást. Nyilván nem úgy, hogy 8 millió magyar arca minden nap derülten és szembe a nap nehézségeivel, de hogy azt, én nem tudom, hogy te ezt érzékeled el, most szívesen megfordítanám a riporter alany szereposztást, de hogy szerintem az van Magyarországon, hogy nagyon elfelejtettünk, hogy mondjam ezt, valamennyire optimistát megíteni kezdeményezésekre meg dolgokra. És én azt láttam, hogy a nyilvánosság és az, ahogy beszélünk közjóról és hasonlókról, az sok embernek, aki körülöttem van, vagy aki megjelenik körülöttem, valamilyen fajta reményt ad. Itt álljunk meg. Mit nevez Filipov Gábor optimizmusnak? A jövőbe vetett hitet, de nem akarok alternatívákat adni. Inkább a lehetőségekbe vetett hitet. Tehát az optimizmus szerintem nem azt jelenti, hogy valaki azt gondolja, hogy feltétlenül jobb lesz a holnap, vagy jó lesz a holnap, hanem azt jelenti, hogy el tudja képzelni azt, hogy lehet jobb a holnap. Vagy egyáltalán el tudja képzelni valakitől, hogy kivételesen nem valami Sanda Szentékból mondják ezt, amit mondanak, és el kell jönni arra, hogy valójában mit akarnak. Most már csak az a kérdés, és ez egy egészen kiváló helyzet a lányod kapcsán, hogy ugye nekem módomban áll ismerni a lányodat, és a lányod életkorában, amiről te beszámoltál, hogy mosolyog, hogy kiegyensúlyozott, vagy legalábbis annak tűnik, az azért is fantasztikus, mert ha egyébként megkérdeznéd tőle, hogy, és mondd Léna, miért mosolyogsz te? És miért nézel így a világba, arra egyáltalán nem tudna válaszolni, mert lehet, hogy érteni a kérdést, de a szókincse még nincsen meg rá. Magyarul ez egy benned lévő hit, hogy amit ti a gyerek életébe belepakoltatok, hozzátéve, hogy a megszületéséhez hozzájárultatok, alkalmassá tette őt arra, hogy így nézzen a világba. Ez egy meglehetősen bonyolult, de talán érthető mondat, de az, hogy ez igaz-e vagy sem, azt a gyerek csak a másnapi mosolygásával tudja visszaigazolni, mert se szavakba nem tudja önteni, se nem tudja, és ez egyfelől nyugtalanságot okoz, mert hogy az ember azon gondolkodik, hogy ő ezt jól látja, másfelől pedig biztonságot ad neki, mert azok az életismeretei, amivel rendelkeznek, azok őt azzal biztatják, hogy jól feltételezi azt, hogy amit bele kellett pakolni a gyerekbe, az benne van, és ennek következtében néz így a világban. Ez nagyon jól hangzik, nagyon tetszik. Azt nem tudom, hogy nem arról van ez szó, hogy ez a fajta diszpozíció, ez mindenkiben benne van, vagy a többségben benne van, és ez módszeres. Erre nagyon egyszerűen tudok válaszolni, és utalnék a barátnőm Honpola Krisztina megjegyzésére, aki számos gyereket látott, hogy több gyereket látott, mint én, az fogalmam nincs, de nincs is ennek jelentősége. Ő azt mondta, hogy ilyen kiegyensúlyozott, ilyen boldog gyereket mondta legutóbb, amikor elmentetek, még életében nem látott. Nem azt mondta, hogy keveset látott, azt mondta, életében nem látott. Jó, ezen gondolkodni kéne, hogy a kedvenc szerelmimódaton szól. Ezt mi is tapasztaljuk, meg nekünk is mondják, hogy szívesen vidám, és ezen gondolkodni szoktunk, hogy ebben mi a különleges faktor, amiért okozza. És lehetővel arra is jutunk, hogy nem mindegy a férfülők kapcsolatában mit lát egy gyerek. Az a hangulatát azt abszolút meg tudja határozni. Minden esetre, hogy ne szegény gyerekemet rakjam ki a kirakatba. Nekem nem egy rossz cégér. Nem, egyáltalán nem. Tehát, hogyha nem lennének erkölcsi skrupulusaink, akkor bármit el lehetne leadni. De ebben mi nagyon konzervatívak vagyunk. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedre, én szerintem az ember a legtöbb, amit elérhet az életében, az az, hogy vagy nem okoz károkat és plusz szenvedéseket másoknak, vagy valamilyen módon ezeket enyhíteni tudja. És ha nagyon-nagyon pici mozdulatként is, de ennek látom valamilyen nyomát a mi tevékenységünk kapcsolatban. Látom azt is, amikor valakiben nem törik meg az a bizalmatlanság és gyanakvás,
tegnap volt egy ilyen élményem egyébként. De gyakrabban látom azt, hogy emberek felkapják a fejüket, hogy itt mintha lehet, hogy történhetne valami hosszú távon, ami szerintem hiányzik nagyon a közös életünkből. Mi történt tegnap? Hát mi nagyon sokszor beszélgetünk emberekkel arról, hogy mit csinálunk, hogy miért érdemes ránk figyelni, hogy miért érdemes nekünk elmondani, hogy mások mivel foglalkoznak. Nyilván a mi tevékenység nagyban függ attól, hogy ne csak jó legyen, amit csinálunk, hanem azt hitelesként el is fogadják. És az ember gyakran látja azt, hogy megtörik a jég a másik arcán, és hogy fél óra, 40 perc után elhiszi azt, hogy itt nem valamit le akarnak nyomni a torkán, vagy valamivel kapcsolatot kapni őt, és valamikor meg nem érzi ezt a jégnek a megtörését. Tegnap volt olyan beszélgetésem, ahol nem éreztem a jégnek a megtörését, az pont a kivételességével mutatja nekem, hogy ez egy viszonylag ritka eset mostanában, és ez egy jó dolog. Erre mondom, hogy egy picit ilyen gicsesnek érzem azt, hogy beszélek, miközben szerintem ez egy fontos dolgot, hogy hogyan látod tükrözni a másik ember arcán azt, ami bente hiszel, vagy amit csinálsz, mivel. Igen, hát ennyiben mindenféleképpen más a televízió és más a rádió, hogy az ember közben látja a másik arcát, amiről iszonyatosan sok dolgot le lehet olvasni. A hangja is sok mindent elárul, a hang és az arc együtt az egy fogós feladat, hogy az ember azt lerajzolja a műsorán keresztül. Ami az optimizmust illeti, én hazánk hangulatát nem pessimistaképpen írnám le, hanem realistán és realista per pessimistán. Tehát lehetne realista optimista, és lehetne realista pessimista, és még rengeteg, ez az adós fokozatok, ez az A, A, B, A, 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 C, 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 B, B. Én ezt a nyelvet nem beszélem, de én az embereket alapvetően nem pessimistának látom, hanem realistának, és a realizmusuk alapján, tehát az alapján, a valóságérzékelésük alapján, persze életkor kérdése is, családtörténet is, nem van okuk optimizmusra. Igen, lehetne itt a kifejezéseken hosszabb vitatkozni, egyetértek. Most nekem van egy olyan játékom 2021-re, hogy itt felfedezem a Mészter Miklós életművét, aki most lenne 100 éves. És... Elnézést, elmaradt az Eszterházi mondat. Azt mondtad, hogy egyik kedvenc mondatod, azt nem mondtad, hogy mi volt az. Azt mondtam, nem, mondtam, hogy csak az elején az Eszterházi szerette azt válaszolni. Tehát ő nem válaszolt kényszerűen mindegy a kérdésre, néha azt mondta, hogy ezen gondolkodni kéne. Oké, okay. Mészter Miklós. Csak azt akartam mondani, hogy neki van egy olyan elbeszélés az 50-es évekből, amikor a Magyarországra érkezik egy feltűnően máshogy kinéző nő, akiről kiderül, hogy külföldi, és hogy összesugnak a hátam mögött, hogy hát látjátok, ezt félre ismertetlenül külföldi, nem gyanakszik, olyan gyanútlan. És azt szerintem, hogy nagyon, tehát nagyon jól kifejezi azt, amiről most beszélünk, hogy nálunk valahogy más, nem tudom, hogy ez kelet-európai, vagy magyar sajátosság, maradjunk a magyar sajátosságnál, de mi gyanakodni azt nagyon jól tudunk, hogy ez realista pessimizmus-e, vagy apatikus cinizmus, vagy nem tudom micsoda, azt nem tudnám megmondani, de hogy azt tudom, hogy a létezésnek lehetségesek szerintem más módja is. Én alapvetően egyébként nem is azt tartom jelentősnek, hogy az emberek realista pessimisták, hanem azt, hogy az élettapasztalatuk és a neveltetésük folytán nem is nagyon él bennük más. Tehát ez kicsit olyan, mint hogyha mindig borús lenne az ég, kisütne a nap, de amikor kisüt a nap, akkor azt mondják, hogy oké, ezt itt most ki kell élvezni, rövid ideig fog tartani. És mostanában sokat beszélgettünk a barátnőmmel a média helyzetéről, és például a média helyzet, tehát a saját helyzetünkről. Tehát a média helyzete az nem úgy van, hogy leülünk az asztalnál, és azt mondom, Kriszta, beszélj nekem a média helyzetéről, és akkor azt mondja, hogy hát János, és akkor egy ilyen honpolaféle kutatóintézetnek a vezetőjeképpen előadást. Tehát hanem a saját élettapasztalatainkat osztjuk meg egymással, és az nem ad okot optimizmusra, de nem az a baj, hogy nem ad okot optimizmusra, hanem olyan dolgok vannak beépítve a magyar média helyzetébe, ahol
akna felszedés után nem akna mentesített területek jönnek létre, hanem máshol létező aknák. Tehát az, hogy aknamentes területen éljünk, az abban való hitünk megvan, de a reális reményünk, olyan, hogy reális remény nincs, az nincs. Szeretnénk, ha lenne, meg lehet bennünket vádolni azzal, hogy pesszimisták vagyunk, de aki megvádolna bennünket ezzel, annak hosszan el tudnánk mondani azt az élettapasztalatot, és azt a reálisnak tűnő jövőképet, amivel cáfolnánk azt, hogy mi pesszimisták volnánk. Ezért sincs ez szó vádról, tehát te olvastad a könyvünket elvileg, ott ugye mi hosszan írunk arról, hogy ezek a mentális mélystruktúrák, vagy ilyen beállítódások, ezek nem véletlenül alakulnak ki, és Magyarországon hosszan lehetne sorolni, nagyon hosszan lehetne sorolni az egyéni és a kollektív emlékezetben azokat a tapasztalatokat, amik kialakították mindent. Itt ugye a kérdés az, hogy hogy lehet megváltoztatni ezt az aknamezőt, tehát felszedni a szomszédos aknát is, meg a nem tudom én hány alodébb levél aknát is, és hogyha valaki ebbe belekezd, akkor te elhiszed el, hogy legalább 2 méteres körzetben első lépésben lehet aknát lanítani, és az aknáknak a járulékos származékait is felszámolni. Vagy nem, mert azért itt a valóság alakításának szempontjából nem mindegy az, hogy te elhiszed el, hogy ezt el lehet kezdeni egyáltalán. Én értem azt, amit mondasz, de amikor Kalocsán homokot söpörtünk, mert valamit csinálni kellett, akkor előbb-utóbb azért rájöttünk arra, hogy ez egy reménytelen dolog, mert szél mindig fog fújni, és Kalocsa és környéke tele van homokkal. Nem jel, hogy mi nem homokot söpünk. Itt a beszélgetésünk második felére hagyom, hogy én ugye permanensen készülök, mert lehet csak úgy beszélgetni. Én meghallgattam a Messzelátónak, a Rubovszki Ritával, a Pátronyi Hungária igazgatójával, Katolikus Iskola Központ főigazgatójával való beszélgetést, amelynek az egyik kérdezője Boros Tamás volt, és rá kellett jönnöm arra, hogy nem tudom, hogy miért jött létre ez a beszélgetés. Tehát pontosan az, amire kíváncsi lettem volna, hogy egyébként egy katolikus iskola központ főigazgatójának mennyire más lenni, mint egy nem katolikus iskola központ igazgatójának, erről alig volt szó, viszont megkérdezték Kínáról és Koreáról, amiről halvány lilagőze nem volt, ami pedig a jelen helyzetet illeti, abban az ifjúságot olyannak írta le, hogy akár ez alapján Bolgár György délutáni műsorának is betelefonálója lehetett volna 80 év fölött, és most nagyon igazságtalan vagyok veled szemben, mert volt benne egy-két olyan mozzanat, amiért nem volt érdemtelen bekapcsolni, de ha azt kérdeznéd tőlem, hogy én ezt ajánlanám-e bárkinek vagy sem, akkor azt mondanám, hogy hallgassák a Filippovot a Kejfej Jancsiban, mert hogy ez a beszélgetés, és tudom, hogy igazságtalan vagyok, és nincs bennem semmi harag, ezzel kezdhettem volna. Dögunalom volt. Fogalmam nem volt. Tehát, ha a Magyar Rádióban ez egy ilyen készült volna, akkor azt mondták volna, hogy nagyon jó, ismételjék meg, és majd ha lesz benne valami, akkor adják le. Hát, ne hallgass meg egyik beszélgetésre, amit én készítettem, az biztos sokkal unalmasabb lesz. Egyébként az elején mondtad, hogy nem derül ki azt, hogy mennyiben más egy katolikus intézménynek a vezetőinek lenni. Rubovszki Rita egyébként, akit én egy profi riporternek is nagyon tudok ajánlani alanyként, ő nagyon jó arra, hogy megmutassa azt, hogy mennyire nem más, akkor, hogyha valaki komolyan veszi a feladatát. Tehát hát akkor ez a beszélgetésből nem derült ki, én ezt elhiszem neked, de ebből a beszélgetésből ez nem derült ki, és miután ugye én egyfolytában nézem, hogy a ti oldalatokon mi olyan van, ami a mi kettőnk beszélgetéséhez apropót tud szolgáltatni, hiszen egy sor dologban te, mint kutatási igazgató nem vagy megszólítható, valójában sose hallgattam volna meg, ha egyébként téged bármiről lehetett volna kérdezni. Engem nagyon sok mindenről lehet kérdezni, de... Ezt most neked nem kell elmondanom, hogy minden hallgató mást vár. De áruld el, hogy ez a podcast, ez minek érdekében készült? Mibe épül be? Milyen rendszerben? Rengeteg hallgatót már az is iszonyatosan felhúz, hogy mi itt Eszterházi, meg Mészői Miklós nevével dobálózunk, meg ilyen aztán dolgokon beszélünk, tehát hogy olyan beszélgetés biztos nem létezik, amelyik mindenki számára jönalmas, mi kaptunk ilyen meg olyan visszajelzéseket, és miközben azt pontosan tudjuk, hogy mi nem vagyunk riporterek, mert professzionális kérdezők. Tehát mi ebben a podcast sorozatban lehetőséget akarunk adni embereknek arra, hogy elmondják azt, amit gondolnak a világról. Ezt nagyon sok, nagyon sokféleképpen oldják meg. Amiben a mi kérdezési technikánk, és az enyém különösen biztos, hogy nem egy nagy felhajtó erő, hiszen nem ezzel foglalkozunk. Ettől függetlenül kevés olyan podcast létezik,
ami ilyesfajta beszélgetéseknek teret az. Egyébként a Keszthelyes az részben ilyen. Igen, de nincsen sok ilyen, ezt tudjuk. Igen, de az a helyzet, hogy olyan megállapítások voltak ebben a beszélgetésben, amelyek lezártnak tűntek időben, holott ha én például csak a saját lány, mondjuk a Honpola lányából kiindulva az egész nem igaz, de nyilvánvaló, hogy itt nem egy-egy emberről van szó, de ugye arról beszélsz egyebek között Rubovszky Rita, hogy ez a mai ifjúság mennyire más, mint a korábbi ifjúság volt, nem olvas Háború és békét, nem hallgat Puccinit, és így tovább, és így tovább. Én pedig azt veszem észre, hogy lehetséges, hogy egy bizonyos életkorban nem pont ugyanolyanok, mint voltak 100 évvel ezelőtt a fiatalok, de a világra való nyitottságuk következtében az, ahogy mozognak a kozmoszban, Puccini épp úgy rájuk ragad, és a Háború és a béke, mint a kosz, csak lefelé nem abban az időben, ahogy azt Rubovszky Rita megélte a saját gyerekkorában, vagy akkor, amikor fiatal volt. Ebben szerintem nem biztos, hogy igazad van, csak én ezt nem egy hanyatlás történetként fogom fel, de a gyerekeknek, vagy a fiataloknak a világra való nyitottságuk és a világ megélése, vagy megismerése, az tényleg radikálisan más most, mint amilyenhez a, mondjuk például a Rubovszky Rita, vagy az én apám a saját oktatói pályáján hozzászokott. Tehát ezt én érzékelem nagyon sok pedagógusban, akármilyen szinten, aki körülöttem él, hogy ez egy kihívás, hogy valaki hogyan tudja felfejteni azt, hogy mennyire más, hogy van behúzalozva egy fiatalnak az agya, és erről aztán el lehet társadalomnak milyen neurológiai alapjai vannak, és a világ, amiben élünk, az mennyire más, hogy húzalozza be az agyunkat, mint a ti időtözben, vagy a ti időmben, vagy nem tudom, hogy mehet szépen. De szerintem itt egy nagyon is releváns tapasztalatról beszél, különösen azért, mert Rubovszky azoknak a tényleg kiváló pedagógusoknak az egyike, azt gondolják, hogy a pedagógiának az alapja az, hogy nem ráhúzunk egy univerzális kockát minden egyes gyerekre, hanem megpróbáljuk megismerni azt, hogy hogyan működik az adott gyerek, hogy jobban lehessen fejleszteni, és jobban lehessen kinyitni a világra. Tehát ezt én egyáltalán nem söpörném az asztalról, különösen azt kiembe véve, hogy a Rubovszkynak az iskolája az a legnehezebb sorsú gyerekek közül sokkal dolgozik. Akik esetében ezek nem elméleti kérdések, hanem... Ezt hanem is elhiszem, de ez sem derül ki a beszélgetésből. Hát János, hogyha te ingyen vállalod, hogy vezeted az ilyen beszélgetést, és inkább sokkal több ki fog jönni. Én ezt nem mondtam, ezt nem mondtam, de hogyha... Én meghatározottan gondolom. Nem, figyelj, a te felkérésed nekem több jelent annyit. Jelen pillanatban itt is majdnem, most már februárban nem, de januárban jóformán ingyen dolgoztam, úgyhogy ezt itt most a nagy nyilvánosság előtt leteszem neked a főesküt, ha felkérsz, és olyan témáról van szó, hogy ez minimálisan konyítok, akkor elmegyek konzervnyitónak. Jó. És elnézést, ha bárkit megbántottam volna. Felépítettem a beszélgetést, az elején nagyon pozitív volt, aztán jött a kritikai vonal. De ez ami a baj? Semmi, csak most zavarban vagyok, nem akartalak megbántani. Végülis, ahányszor kritikát mondok, mindig aggódom amiatt, hogy az milyen következménnyel jár. Legközelebb beszélgessünk arra, hogy az emberek miért szeretnek a kritikától és a konfrontációtól, ezt nem veszem. Rendben van, innen folytatjuk, most fölhívom Navracsis Tibort. Szia! Meg fogom neki adni.